vidék, amit óriások, néma királylányok és aranyszőrű kecskék laktak. A tó, amit hatalmas asszonyok könnye töltött fel tengerkék vízzel. Hegyek, melyek forrongó vulkánokról tanúskodnak, ahol vitézek küzdöttek a legendás sárkánnyal, amitől szerelmesek ugrottak a vízbe, hogy egymáséi legyenek. Egy varázslatos gyógynövénymező, ami fellobbantja a szerelmet, feltüzel és megnyugtatja a háborgó lelkeket. Számtalan érdekesség a Balaton északi partjáról, amit még nem tudott. Úgy, ahogy nem látta még madártávlatból. A Balaton felvidék csodáit a következő útvonalon mutatjuk be a levegőből. Először a tó kialakulását és természeti viszonyait mondjuk el röviden, aztán első állomásunk Csopak lesz, a híres borvidékkel. Majd átrepülünk Balatonfüredre, megmutatjuk, hol élt Jókai és Blaha Lujza, aztán Tihany következik az apátsággal és a levendulással. No meg a gyönyörű Sajkori strand. Megismerhetik Balaton udvari megkapó történetét. Aztán jön Zánka az úttörő táborral, a Káli medence a gyógyvízzel és meg annyi természeti csodával. Természetesen a Balaton felvidéki Magyarország egyedülálló vulkáni tanúhegyei sem maradhatnak ki repülésünkből. Megismerhetik a Szent György hegyet, a Badacsony és a Hegyes tűt. Végül megmutatjuk egy sas szemével Szigligetet és az ő büszke várát. Magyarország gyönyörű tektonikus eredetű tava a Balaton északkeleti csücskénél járunk. Úgy 35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdultak. Süllyedékek, medencék alakultak ki, melyeket aztán ellepett a víz. Így jött létre a Balaton. A mederbe folyó vízfolyások nem csak a vízellátásról gondoskodnak. Jelentős mennyiségű üledéket is szállítanak a tóba. Ez a patak torkolatok környékén a levegőből is látszik. Bár az iszapos talaj miatt sokan azt hiszik, a víz minősége nem túl jó, az iszap megtévesztő. A Balaton ugyanis elnyerte az Európa legtisztább víztükre címet. A tó hossza 77 kilométer, szélessége pedig az 1,3 kilométertől egészen a 11 kilométerig terjed. A partvonal hossza 195 kilométer. A tó kordában tartása nem új keletű. Már a rómaiak is szabályozták a Balatont. Mai formáját a 19. században a vasúti töltések kiépítésekor nyerte el. Átlagos mélysége 3 méter, de a legmélyebb részen, a most felülről is látható Tihanyi kútnál 12,5 méter mély. Ezzel szemben a déli parton több helyen 300 métert is gyalogolnunk kell, hogy úszni tudjunk. A víz 2 év és néhány hónap alatt cserélődik ki teljesen. Erről a kisebb patakok mellett főként a madártávlatból is látható Zala folyó gondoskodik. A Balaton hatalmas vízterülete jótékony hatással van a környék mikroklímájára is. Nyáron frissebb, télen pedig kicsit enyhébb a hőmérséklet a partvidéken, mint az ország más pontjain. A Balatonnál a nappalok és az éjszakák közti hőmérséklet különbség is alacsonyabb. Az északi part klímájára jó hatással van, hogy a víztükör visszaveri a napsugarakat, így a hegyoldalakon termesztett szőlő kétszeres mennyiségű napfényben fürödhet. Erre a Balatonfüred csopaki borvidéken már 2000 évvel ezelőtt is felfigyeltek. Innen Csopakról a Szent Donát pincétől indul felfedező utazásunk. A szőlőművelés itt talált első írásos emlékei az egész magyarországi bortermelés kezdetének dokumentumai is egyben. Csopak hegyeire és szőlőjére, Szent Donát, a nyári viharkárok, elsősorban a jégverés védőszentje vigyáz. A legenda szerint, amikor a 17. században Olaszországból a német Rajna vidékre szállították Donát püspök erekéit, a menetet vezető papba villám csapott, ennek ellenére a hajaszála sem görbült. Csopak és Balatonfüred környékét ugyanígy kerüli el a pusztító erejű nyári jégeső. A jégeső mentesség mellett a vörös tala is jellemző a környékre.
a híres csopaki olasz rizling a szokatlanul vörös talajméz tartalmának köszönheti savasságát. De a kiváló bor csak egy a sok vonzerő közül, ami Balatonfüredet az északi part fővárosává tette. Balatonfüredről indult első útjára 1846-ban az első balatoni gőzhajó. Itt írta Jókai Mór az Aranyembert. Itt alakult az első magyar vitorlás egyesület, a Stefánia Yacht Club. De itt pihente ki fáradalmait a nemzet csalogánya, Blaha Lujza is. A szívkórház fölött repülve elmondhatjuk, hogy a kezdetektől fogva szorosan hozzátartozik Füred ellenállhatatlanságához a szénsavas savanyú víz, amivel a szív- és érrendszeri, illetve gyomorbetegségek mellett tüdőbetegséget is kezeltek egy különös recept alapján. A füredi vizet jutúróval keverték össze, és ezt a keveréket fogyasztották. A savanyú víz azon víz, melynek éles, s bögdöső íze vagyon, közönséges hideg és a belső nyavajáknak gyógyítására szolgál. Így határozták meg a vulkáni utótevékenység eredményeképpen Füreden csordogáló folyékony kincset a 18. században. A vizet gyógyításra először az 1700-as években használták. 10 kazánnal fűtött kádban lehetett gyógyulni a füredi savanyútól. A fürdőházak kádjait üstökkel, vízmelegítő részfazekakkal fűtötték. Így kezdődött a szívkórház története. Később II. József elrendelte, hogy fürdőorvost, illetve sebészt kell kinevezni Füredre, hiszen ki kell használni azt a különleges kincset, amit 7 forrás vize ad ebben a városban. A 70-es évek óta külön egység foglalkozik a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők sürgősségi ellátásával, átlagosan évi 600 ilyen esetet jegyeznek fel. Szintén több mint 40 éve már, hogy a város a gyógyüdülő címet is elnyerte. Füred 6 vizét közös medencében összegyűjtve juttatják el a fürdőkhöz. A 7. forrás vize, az úgynevezett savanyú víz pedig az a kincs, ami a gyógytér közepén ebből az állókútból folyik. A víznek nem csak gyógyhatása, de divatja is volt. Akkoriban a vendégek elsősorban nem a Balatonban lubickoltak, hanem a fürdőházakban ejtőztek. De annál is szívesebben andalogtak itt a parti sétányon, miközben savanyú vizet kortyolgattak. A vízivás nem zilálta szét a rendezett frizurát, nem barnította le az akkoriban elegáns és divatos fehér bőrt, tehát a hölgyek csinosan mutogathatták magukat itt, a Tagore sétányon, a hűs platánok és a díszes napernyők árnyékában, miközben titkos jelzésekkel csábították a füredi fiatalembereket. Nem is csoda, hiszen a források is szerelemből fakadnak. A legenda szerint a szerelem oltárán adózva a Balaton tündére úgy döntött, hogy Füreden gyógyító erejű vizet fakaszt. Ezen a helyen gyűjjenek össze hegyeim érceinek legjótékonyabb erői és vizeimnek legjótékonyabb forrásai. Így kiáltott a tündér, majd aranybuzogányos nádját egy cserfaág mellé dobta. Abban a pillanatban azon a helyen előtört a gyógyerejű víz, ami a mai napig is szüntelenül folyik. Volt olyan időszak is Balatonfüred történetében, amikor nem csak a savanyú víznek, de a Balatonnak is gyógyerőt tulajdonítottak. A Balatonban fürödni egykor kifejezetten különös, már-már rebellis tevékenységnek számított. Éppen ezért hatalmas feltűnést keltett, amikor Veselényi Miklós báró merő erőfitoktatásból átúszott Balatonfüredről Tihanyba. Bár a Balaton és különösen Füred egyre népszerűbb lett, a fürdőzésre bizony ráfért egy kis hírverés. Füred szerelmesei épp ezért kampányba kezdtek, és azt híresztelték, hogy a Balaton vize szintén gyógyerejű, hiszen tulajdonképpen fölhígult ásványvízről van szó. Füreden évtizedekig ajánlották az orvosok a Balaton vízben vett kádfürdőt. A tó iszapjából pedig gyógykenőcsöt és szappant is készítettek.
Nem a savanyú víz, hanem a füredi nyüzsgés csábította Jókainé lányát, a kis Rózát Balatonfüredre, aki Jókai Mort is magával hozta ebbe a gyönyörű villába. Az író hosszú ideje tartó hörkhurutjának és kínzó köhögésének akart véget vetni a gyógyerejű víz segítségével. A tó vizét már kevésbé kedvelte, Jókai nem volt a fürdőzés szerelmese, nem is lehetett, hiszen nem tudott úszni. Kertészkedni viszont annál inkább. A kertben illatozó gyönyörű rózsáit maga oltotta és metszette. A villában vetette papírra az aranyembert, aminek valódi szereplőiről a kisfaludi gőzös fedélzetén hallott. Akkoriban sokan pletykálták, hogy Jókai beleszeretette gyámságába vett lányba, Otíliába, akinek a nyilvánosság elkerülése miatt Arácson vett házat. Arács a senki szigeteként jelenik meg regényeiben, ahol a Tímár neve alá bújtatott Jókai rendszeresen látogatja meg a regénybeli Noémit, azaz Otíliát. A Jókai villa szemben álló szomszédjának gyönyörű épületét Vaszari Kolos herceg prímás építette, aki nem kevésbé szerette Füredet, mint hogy inkább lemondott érseki címéről, csak hogy a városba és ebbe a gyönyörű villába költözhessen. Jókai már régen nincs, amikor Blaha Lujza megérkezik füredi nyaralójában nővérével és kisunokájával Gittával. Ugyan a nemzet csalogányát a nyaralások nyugalma helyett is óriási kíváncsiskodás övezte, imádta a várost és a villát. Emlékét ma többek között utcaballal őrzik a helyiek. Füred történetében ez az időszak, a reformkor teljesen új fejezetet nyitott. Politikusok, művészek, közéleti személyiségek lepték el a várost. Kisfaludi Sándor itt nyitotta meg a Dunántúl első kőszínházát. Sik volt a Tagórén sétálni, bekerülni a nyüzsgő elitbe és részt venni minden évben az Anna bálon. Később pedig sik lett Tagóre példáját követve fát ültetni a szomszédos parkban. Indiai politikusok folytatták a sort, néhány évvel később pedig hagyománnyá vált, hogy az itt járó híres személyiségek mind ültessenek egy csemetét a parkban. A Tagore sétányon ma már élmény biciklizni. Érdekesség, hogy az 1800-as évek végén még nem láttak ekkora lehetőséget a kerékpáros turizmusban. Sőt, egy 1894-es rendelet szerint Székely Emil, Balatonfüred fürdőbiztosa az egész várost plakátokkal ragasztotta körbe azért, hogy a sok balesetet okozó, szertelenül cikázó kerekest kitiltsa Füredről. A rendeletet olyan komolyan vették, hogy nem csak a járművet kobozták el, de 8 napi elzárásra is ítélték a galád bicikliseket. Füred sétáló utcája egyébként a szívkórházban kezelt Rabindranath Tagore indiai költőről kapta a nevét. A sétány megemlékezik a balatoni hajózás legnagyobb tragédiájáról is. A pajtás csavargőzös 1954. május 30-án kora délelőtt futott ki a füredi kikötőből. Fedélzetéről is jól lehetett látni az éppen akkor zajló vitorlás versenyt. Pontosabban a fedélzet egyik oldaláról nyílt igazán jó rálátás az eseményre, ezért az utasok mind arra az oldalra tódultak. A pajtás dunai gőzhajóként került a Balatonra, és azért, hogy több utas tudjon szállítani, a stabilitási követelményeket figyelmen kívül hagyva bővítették ki a tavi szolgálatra. Az éppen kanyarodó hajó nem is bírta az egyenlőtlen terhelést, a többletsúlytól megbillent és elsüllyedt. A balesetnek 23 halálos áldozata és 56 sérültje volt. A vitorlás versenyt azonnal lefújták, a versenyzők pedig menteni próbálták az embereket. A korabeli sajtó nem tárhatta nyilvánosság elé a tragédiát, így a közvélemény csak 30 év múlva értesült a tömegszerencsétlenségről. Blaha Lujza a horvát házban megrendezett Anna bálba nem biciklivel, nem is hajóval, hanem egy rövid sétával juthatott el. El is sétált. Nem is egyszer, csak úgy, mint Vörösmarty vagy Jókai.
Az első Annabált az 1800-as években rendezte meg Horváth Fülöp, Krisztina lányának, akinek ugyan öt keresztneve volt, de ezek között az Anna nem szerepelt. Úgy tartják, a bál olyan jól sikerült, hogy Krisztina itt ismerkedett meg későbbi férjével, az aradi vértanú Kis Ernővel. A fiatal házaspárról az a hír járta, hogy miután Ernőt Aradon kivégezték, Krisztina titokban kicsempészte a holttestét, hogy méltóképpen temethesse el. Ez azonban lehetetlen, hiszen Krisztina az esküvő után néhány évvel Budapesten meghalt. Amíg az Annabál magyar hagyomány, a Balatonfüredről induló kékszalag, vagyis Európa legrégebbi és leghosszabb távú tókerülő vitorlás versenye nemzetközi hírű. A vitorlázás és a szél energiájának használata a vízi közlekedéssel egyidejű. Magyarországon vitorlás versenyt azonban csak a 20. században rendeztek először. Az 1934-ben először megrendezett kékszalag versenyen nevezési díj ellenében lehetett indulni, de a háború utáni ínséges idők a verseny történetében egyedülálló módon változtattak a szabályokon. Ezekben az időkben ugyanis nemhogy nem kellett fizetni, de a szervezők a versenyzőknek egy-egy oldal szalonnát adtak ajándékba, hogy így serkentsék a részvételi kedvet. A közel 160 kilométeres kikötési pontok nélküli verseny nagy rekordere Józsa Márton volt, aki 50-50 nevű hajójával 10 óra 32 perc alatt ért célba. 2014-ben pedig korábbi saját rekordját döntötte meg, nem is kicsit. Az új csúcs 7 óra és 12 perc lett. A balatoni gőzhajózás megelőzte a vitorlás versenyeket. Egy füredi nyaralás során már Kossuth is felvetette a balatoni hajózás ötletét, de igazi pártfogóra az ügy Széchenyi István személyében talált. Éppen ezért az első balatoni gőzhajó, a Balaton költőjéről elnevezett Kisfaludi, Széchenyi 55. születésnapján hagyta el első ízben a füredi kikötőt. Vidám és máig is tartó történetet mesél el a balatoni hajózás két veteránja, a Helka és a Kelé. Mindkettő 1891-ben épült a Balatonfüredi hajógyárban. A ma ismét a balatoni hajózás szolgáló Helka egy ideig szárazföldön, a füredi főút mentén szórakozó helyként működött. Ebben az időszakban a Kelén vasszerkezetű ikertestvére még filmszerepet is kapott. A Pogány Madonnában Ötvös Csöpi az állóhajó fedélzetén tanította Móresre a rossz fiúkat. De azt nem csak Bújtor István fedezte fel, hogy a Balatonnál filmet forgatni bizony hálás feladat. Talán nem véletlen, hogy nincs olyan időszaka a magyar filmgyártásnak, amikor ne készült volna film a Balaton főszereplésével. Lilionfi, Tüskevár, Szezon, Kár a benzinért, Szerelmes biciklisták, és még sorolhatnánk. Még mindig a tó északkeleti részén időzve meséljük el azt, hogy a balatoni fagylaltárusok, a lángos sütők, a vattacukrosok és a hekkesek mennyire irigyelt emberek voltak. Reklámfilmek bizonyítják, hogy ők hozták meg a letűnt rendszer éveibe elsőként a kapitalizmust. De mindannyiunk számára ismerős volt Fikász Ferenc 50 éves vállalkozó alakja is, aki hatalmas adósságot nyakába véve bérelt ki egy balatoni üdülőt a Zimmer Feriben, hogy a Balaton segítségével rakja le családja boldogulásának alapjait. A német turista dömping idején a nyár beköszöntével egyre több nyaraló kapuján jelent meg a Szoba kiadó, később a legkülönfélébb helyesírási változatokban olvasható Zimmer Frei felirat. A szot üdülők mellett a vállalatok magánházakat is kivettek alkalmazottaik számára, hiszen egy végig dolgozott év után sik volt a Balatonnál tölteni a megérdemelt szabadságot. A vonatállomásokon hordárok várták a többségében vasúttal érkezőket, a strandon pedig gombamód szaporodtak a gombák, a kifőzdék, a büfék és a különféle árudák. A hurkát, a gumikacsát, a matracot és az úszógumit a kor kisvállalkozója, a Gebénes árulta, a kifejezetten erre a célra felhúzott bódékban.
Van, akinek mindezt az emlékeiben kell csak felidéznie, de a nosztalgikus világ a Balaton retro filmkockáin is megjelenik. Nem csak a magyar filmesek kedves helyszíne azonban a Balaton környék. Külföldi stábok is megfordulnak az édesvízű tengernél. Itt forgatták a vámpír fiúként is elhíresült tini sztár Robert Pattinson főszereplésével a Bellamy című filmet is. De térjünk most vissza az Ötvös Csöpi által is látogatott hajókhoz, hiszen nem is a Balaton felett repülnénk, ha Helkának és Kelénnek nem lenne külön meséje. De ez a mese már a Tihanyi félszigeten játszódik. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kastély. Ebben a kastélyban élt Rohán, a vakherceg két lányával, Horkával és Helkával. Amíg Helkát jóságos természetéről, addig Horkát repet fazék hangjáról és romlottságáról ismerték. Mivel Horkának nem is akadt kérője, apja felajánlotta fele királyságát annak, aki megszabadítja lányát az átoktól. Túz, az alföldi lovag, nagyon vágyott a sok kincsre, ezért elkérte a tihanyi remete sárga köves gyűrűjét, amit Horka 7 napon és 7 éjjelen át a nyelve alatt tartott, ettől pedig csilingelő hangja lett. Amikor a remete fia Kelén elment a kastélyba, hogy visszaszerezze a gyűrűt, ékszer nélkül, de szerelmesen Helka oldalán tért vissza apjához. A Helka és a Kelén vízreszállásánál jóval korábban indult meg az első komp közlekedés Tihanyban. Kezdetben ezen a vonalon még a komp egy nagyobb vitorláshajó volt, ami csak néhány embert tudott szállítani naponta egyszer. Az átkelőhely akkoriban még nem volt igazán fontos, hiszen Tihanynál annyira ingadozó volt a vízszint, hogy a félsziget gyakran vált szigetté. Jelentősége akkor nőtt meg, amikor a rómaiak fontos hadi útként akarták használni a Balaton északi partját, ezért egy siófoknál épített csatorna rendszerrel szabályozták a tóvizét. A komp közlekedés fénykora az apátság megalapításával kezdődött. Az északi és déli parti apátsági birtokok között ugyanis meg kellett oldani az áruszállítást. Hatalmas, fából készített hajót építettek, ami evezők és vitorla segítségével szállította az embereket és a szekereket Tihany és Szántód között. A háborús időkben a komp a Tihanyi félsziget védett öbleiben pihent, ezért aki Szántódról akart átjutni a túlpartra, annak várnia kellett. A déli parton ugyanis le kellett jelentkezni a révésznél, aki füstjeleket adott a tihanyiaknak, ha gyülekeztek az utasok. Egy füstjel gyalogost, kettő pedig ökrös szekeret jelentett. A Tihanyi félszigetet hatalmas, óriási vulkánok formálták évmilliókkal ezelőtt. Krátereik vízzel telítődtek, így alakult ki a belső és a külső tó. Tihanyban is megtalálható a Balaton egyik legkedvesebb, évmilliókkal ezelőtti emléke, a kecskeköröm, ami egy 5 millió éve élt kagyló lekoptatott maradványa. A rétegek más kagyló és csiga maradványokat is megőriztek, amiket úri főkötő vagy menyasszony főkötő néven árultak a környékbeli gyerekek. Mégsem lett egyikük sem olyan népszerű, mint a kecskeköröm. A Balaton mesekönyvében külön fejezet szól Tihanyról és a kecskekörömről. Élt ugyanis egyszer a félszigeten egy világszép királylány, akinek mindenki messze földről a csodájára járt. Mint hiába, hiszen a Tihany hegyein aranyszőrű kecskét legeltető lány néma volt. A Balatonból kiemelkedő öreg hullámkirály szeme is megakadt a szépséges király kisasszonyon. Kért is tőle egy bögre kecsketejet beteg fiának, cserébe megígérte, feloldja a lányt a némaság átka alól. Hiába kapta azonban vissza csilingelő hangját a királylány, visszautasította a hullámkirály fiának szerelmét, aki belehalt a fájdalomba. A fiú apja égtelen haragra gerjedt, és a kegyetlen királylányt sziklába záratta. A magára maradt nyáj a Balatonba veszett, körmeiket azóta is partra hordja a víz. A királylány pedig azóta is a sziklába zárva vezekel bűnéért. Minden arra járó kérdésére felelnie kell. Ő ugyanis a tihanyi vízhang.
A legtöbb esélyünk, hogy meghalljuk a hangját, akkor van, ha itt, a visszhangdombon, az echókőre állunk. Az erről a pontról elkiáltott szavak ugyanis egy másodperc alatt érkeznek az apátság falához, ahonnan visszaverődve ugyanennyi idő alatt teszik meg a visszautat. Ha esetleg mégsem akarna felelgetni a sziklába zárt királylány, annak nem az az oka, hogy az átok megszűnt, hanem az, hogy a két pont közötti fák lombkoronája és a sok arra járó turista zöreje gyengíti a visszhangot. A tihanyi apátság altemplomában nyugszik Első András, az egykori kolostor alapítója, de Magyarország utolsó királya, IV. Károly, és felesége Zita királyné is élt az apátságban, mielőtt Madeira szigetére száműzték volna őket. Az apátság mellől kiválóan megfigyelhető volt a látott hal, vagyis a garda. A víz felszínéhez csoportosan közelúszó halak fekete foltként jelentek meg a vízben. Így a halleső halász, vagyis a hegyen járó, a hegy tetejéről integetve terelte vízen lévő társait a zsákmány irányába. És hogy mit tartogat még Tihany? Mi az a lila növény, aminek az ország minden részéről a csodájára járnak? Hol végzett a legendás sárkányölő Szent György a tűzokádóval? És hol élt a nagy nőcsábász Kisfaludi Sándor? Kiderül, ha velünk repülnek a második részben is. Folytatjuk Balatonfelvidéki utazásunkat madártávlatból, de még mindig Tihanyban maradunk. Ma már az apátságon és a visszhangon kívül a település legnagyobb látványossága az elképesztő szépségű és illatú levendulás. Bár a kolostorok környékén mindig is foglalkoztak gyógynövényekkel, a tihanyi levendulás története mégsem olyan régi. A tihanyi levendula szaporító anyaga ugyanis csak az 1920-as években érkezett Franciaországból. A franciánál is nagyobb illóanyagtartalmú levendulaolaj olyan sikereket ért el, hogy még a tőzsdén is jegyezték. A betakarított és kiszárított csokrok virágait egy pálinka főzőhöz hasonló elven működő lepárlóban dolgozzák fel. A levendulát több mint 2500 éve használják gyógynövényként. Az ókorban az egyiptomiak, a főniciaiak és Arábia népei már mumifikálásra és parfümként is használták az illatos növényt. A rómaiak a fürdővízhez adták, a férfiak a testükre kenték, főztek és illatosítottak vele. Szárított változatát pedig a dohányhoz keverték. A levendula gyakran feltűnik a Bibliában is, nárdus olaj néven. Sok keresztény házban egy levendula keresztet akasztottak az ajtó fölé azért, hogy megvédjék a házat a gonosztól. Egy ókori keresztény hiedelem pedig úgy tartja, hogy a lila virág Ádám és Éva édenkertjéből származik. Egy másik legenda azt mondja, hogy Szűz Mária egy bokorra helyezte a kis Jézus ruháját száradni. A levendula innen kapta illatát. A levendula és a szerelem kapcsolata szintén az ókorra nyúlik vissza. A Biblia egyik könyvében olvashatunk Juditról, aki az ellenséges parancsnok Holofernes elcsábítása előtt levendulával kente be magát. A római nők szerint az ágy mellé tett levendula fokozza a szenvedélyt. A módszert már Kleopátra is használta a csábításhoz, ugyanis levendula segítségével csavarta az ujja köré Julius Caesart és Marcus Antoniust. Első Erzsébet angol királynéről úgy tartják, hogy hasonló indítatásból minden reggel cukrozott levendulát evett. Szokás volt az is, hogy a lányok levendulát rejtettek a párnájukba, mert azt hitték, így könnyebben rájuk talál majd a szerelem. Tudományos alapja is van egyik-másik hiedelemnek, hiszen a legtöbb impotencia elleni szer levendula kivonatot is tartalmaz. De nem csak a szerelmes lila szín dominál ezen a tájon. Madártávlatból Tihanyban rendkívül sok színt láthatunk. Ha éppen egy szarka szemlélné innen az égből a tihanyi aranyház forráskúpot, biztosan szemet vetne rá. A vulkáni működések befejeződésével a környéket az izlandi jelenséghez hasonlóan forró hévíz lepte el.
A forró vízből és a meszes vízű tavakból kicsapódott kovasavas iszap pedig fokozatosan átalakult szilárd kőzetté. Ezen a lemezes, gyűrt kőzeten pedig nagyon kedvel sütkérezni az a sárgás színű zuzmó, amiről a forráskúp az aranyház nevet kapta. Persze az ember is felfedezte magának Tihany nyugalmát. A tihanyi óvár keleti falának mindig árnyas bazalt tufa sziklái kiválóan alkalmasnak bizonyultak arra, hogy a 11. században a környékre érkező ortodox görög remeték itt alakítsák ki kőbe vájt lakásaikat, ebédlőjüket, amiket a helybéliek csak barátlakásoknak hívnak. Közép-Európa egyetlen épségben maradt remete telepe azért is volt kiváló helyszín a magányba vonult szerzeteseknek, mert a Balaton vizének elérhető közelsége miatt sosem szenvedtek ivóvízben hiányt. Sőt, ha épp vízparti egyedül létre vágytak, nem kellett messze menniük a Balaton egyik legszebb partjáig, Sajkodig. Ez az egyetlen olyan partszakasz a Balaton körül, ahol az erdő és a víz ilyen közel és ilyen békességben fér meg egymás mellett. Az erdő lombjai takarják a teázót az erdő szélén, azt a kicsi erdei kunyhót, ahol a Sajkodi parton sétálva végtelen csendben pihenhet meg az ember. Balaton udvari halászveronkája is épp ezt a csendet szerette a Balaton vizén. Egy halász család lányaként Veronka gyakran hajózott ki Balaton udvariban apjával. Nem is csoda hát, hogy a lánya víz, a halászat, és nem sokára egy arra járó fiatal bányász szerelmese lett. A bányász fiú a hegyekből kifejtett mázsás súlyú köveket hordta a partra. Az egyik kisebb darabból szerelme jeléül szívet faragott Veronkának. Egymásba szerettek, de mivel a fiú a hegyekben lakott, ezért Veronkának el kellett köszönnie a Balatontól. Kievezett hát a tóra, hogy elbúcsúzzon a víztől, de Badacsony felől óriási vihar támadt. A lány beleesett a vízbe, és Veronkát a Balaton örökre magához láncolta. A fiú, meghalva a hírt, bánatában szívalakú sírkövet faragott szerelmének, a hagyományt pedig tovább folytatták udvari és a környék lakói. A temetőt az 1700-as évek végén nyitották meg a református és a római katolikus hívek számára. A közel 70 mészkőből faragott szívalakú sírkövön még jól kivehető a felirat. Többségük az 1800-as évek óta áll udvari határában. Némelyiken jól látszik, hogy a kőfaragásban és helyesírásban is járatlan helyi kőfaragók munkája lehet. Hasonlót az országban ilyen mennyiségben sehol sem találunk. Mivel a hagyomány eredetében senki sem biztos, több monda is fennmaradt Balaton udvari sírköveiről. Azt mondják, élt itt régen egy szegény ember, valami furcsa szerzet, különös elme, afféle falusi ezermester. Egyszer csak megunta, hogy minden temetés olyan egyforma, ezért kitalálta, hogy innentől minden sírkőnek legyen lába, amit elültetnek a sírban nyugvó fejéhez, ami pedig kilátszik a földből, az olyan legyen, mint az ember szíve, hiszen a halott szíve is kővé válik a föld mélyén. Állítólag az utolsó szívalakú sírkő éppen az ezermesteré volt. A sors fintora, hogy azt is ő maga faragta. Balaton udvaritól nem sokat kell utaznunk, hogy elérjük a közelmúltban legendássá vált Zánkát. Ahogy azt sokan tudják és dalolták is annak idején, Zánka közepén ég a tűz, pirosat lobban a láng. Pereg az óra, muzsika szóra, gyönyörű itt a világ. A zánkai úttörőtábort 1975-ben adták át a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából. A központi épületben az irodákon kívül könyvtár, úttörőtörténeti múzeum, tanácskozók, társalgók, 3000 adagos konyha volt, valamint étterem és 5000 gyereket befogadó előadóterem kapott helyet. Van sportcsarnok, stadion 3000 fős lelátóval, egészségház és egy 36 méter magas víztorony is.
Több ezer gyerek érkezett ide két hetes turnusokban, hogy művelődjön, világnézete fejlődjön, és hasznosan töltse el a nyári szünidőt. Hiszen a tanulás és a szocialista értékteremtő szórakozás Zánkán szorosan összetartozott. A kommunizmus időszakából ma már csak az azóta is itt dolgozó kertész maradt meg. A zánkai üdülővárost felújították, és ma is több ezer gyerek táborozik itt minden nyáron. Ez pedig már Badacsony. A jól ismert formájú hegy és a környék tanúhegyei mesélnek a legtöbbet az egykori vulkanikus tevékenységről. Felszínük ugyan lepusztult, de magasságukat és rétegződésüket megőrizték. A Badacsony kialakulása a földtörténeti óidőre, vagyis 260 millió évvel ezelőttre tehető. Akkor kavicsos, homokos üledék rakódott itt le. Később, a triász időszakban agyagos, meszes és dolomitos iszapot hagyott maga után a Tétis óceán. Ez szilárdult márgává, mészkővé és dolomittá. A Pannon tenger kialakulásával egy időben indult be a bazalt vulkanizmus, aminek lenyomata ma is meghatározza a környéket. A szinte kör alakú tanúhegy laza, üledékes talaja kiválóan alkalmas arra, hogy például finom kéknyelű teremjen rajta. A kéknyelű ősi magyar szőlőfajta. Nevét nem a bogyó színéről, hanem kékes, vöröses árnyalatú levélnyeléről kapta. Kései érésű, közepes, apró gyümölcsű, női virágú, ezért a beporzása bizonytalan. Így hát a Badacsony környéki földművesek az úri szőrőgúny névvel illették. A Badacsonynál nem csak a kéknyelűnek, de a szürkebarátnak is hagyománya van. Amikor a felső tomai pálos szerzetesekhez franciák csatlakoztak, magukkal hozták kedvenc szőlőjüket. Ők is a pálosok fehér csuháit hordták, ami a szőlővel való rengeteg munka miatt bepiszkolódott, így a hegyről a nap végeztével már szürke barátként jöttek le. Az sem véletlen, hogy a Balaton környéki barátok kétszer annyi ideig éltek, mint az átlag életkort alig megérő apácák. Ennek a tudósok által vizsgált kérdésnek a magyarázata is a borban keresendő. A szerzetesek mindennapi folyadék bevitelének döntő többsége a fertőtlenítő hatással rendelkező bor volt. Nekik lehetett, az apácáknak viszont tilos volt a túlzott borfogyasztás. Sört ihattak, de akkoriban a sör még nem tartalmazott komlót, ami segíthetett volna az ivóvízzel bevitt baktériumok legyőzésében. Erre az összefüggésre akkor jöttek rá, amikor megállapították, hogy a legtöbb apáca gyomor- és bélbetegségben hunyt el. A török időkben ezen a tájon nem nagyon lehetett szőlőt látni. Csak akkor, ha tudta az ember, hol keresse. A fák tetején. Mivel a török kegyetlenül pusztította a szőlőt, amerre járt, a leleményes magyarok felfuttatták az indákat a fák koronái közé. Persze nagyon sok napsütés kellett ahhoz, hogy ebből a szőlőből iható bor legyen. Ebben a házban is bor készült. A hagyományos badacsonyi bor mellett a szegedi rózaféle űrmösbor. Lehet, hogy Róza a gyógynövényekkel teli űrmösborral részegítette meg az apjához vendégségbe látogató Kisfaludi Sándort, de minden esetre a költő élete Róza hatására vett igazi fordulatot. A jóvágású Kisfaludi a nők kedvence volt. Krisztina, királyi főhercegnő a bécsi udvarból, aranyórával ajándékozta meg, de feleségek és szeretők tucatjainak a fejét is elcsavarta. Róza azonban visszautasította a kétes hírű költőt, és csak másodjára mondott igent a leánykérésre. Kisfaludi mindvégig hűséges volt feleségéhez, és csak öregkorában Róza halála után tért vissza régi, nőcsábász életéhez. Az is lehet, hogy mégsem az űrmes borban rejlik a titok, hanem a rózsakőben, ami szegedi rózáról kapta a nevét. A ház fölötti hegyrészen üldögélt sokat együtt Kisfaludi és a felesége. Innen a hiedelem, hogyha egy férfi és egy nő ráül a kőre, még aznap összeházasodnak.
Ha a lány egyedül van, és a Balatonnak háttal ülve gondol szerelmére, bizony akkor is bekövetkezik a házasság, akár tervezte a fiatalember a nősülést, akár nem. De akad itt még kő bőven, amihez legendát csatolnak a helyiek. A kőkeresztről úgy tartják, 40 bivaj húzta föl a hegyre, akik közül 2 úgy megszomjazott az erőlködéstől, hogy megkívánva a Balaton vizét megiramodott, és szörnyet is halt a mélyben. A harangozó Börc is külön mesét őriz a legendáriumban. Élt egyszer Badacsonyban egy testvérpár, az erős, de gonosz Ferkó, és a gyenge, de ártatlan Józsi. Ferkó egy napon megkérte egy lány kezét, aki nem akart az öccsel egy fedél alatt élni. Ferkó a Balatonba akarta ölni testvérét, de abban a pillanatban a harangozó Börc elkezdett zengeni. Ferkó megijedt, beleesett a vízbe, és soha többé nem jött ki onnan. Ha a harangozó Börcöt megütik egy másik kővel, valóban a harang gonduláshoz hasonló hangot ad. A Badacsonyhoz köthető a Balaton kialakulásának talán legismertebb legendája is. Badacsony tágas fennsíkján élte mindennapjait Balaton, az utolsó óriás lányával, Haláppal. Mindketten jó viszonyban voltak a hegy lábán élő emberekkel, olyannyira, hogy Halápnak egy kedves játszótársa is akadt közöttük. A fiatal emberleány azonban gyorsan felcseperedett, és elhagyta óriás játszó pajtását Halápot, akit emiatt hamar elemésztett a bánat. Haláp apja, Balaton, így síremléket épített leányának, de elveszítette egyensúlyát, és egy hatalmas elmozdított kő maga alá temette. Az elmozdított kő alól víz tört fel, és csak folyt megállíthatatlanul. A nagy vizet azóta is Balatonnak hívják. A gyönyörű, legendákkal átszőtt vidék Egri József ecsetét és vásznát is megihlette. Ennek a háznak a teraszán ülve merített új témákat a minden percben más arcát mutató Balatonból. De nem csak a teraszon szeretett üldögélni, szenvedélyes horgász is volt. Éppen kedvenc hobbiának hódolt akkor is, amikor Budapestről küldött érkezett a Kossuth díj hírével. A hírhozót elirányították a Nádasba, ahol Egri rendszeresen horgászott. És amikor az közölte a jó hírt, a már Kossuth díjas Balaton festője csak annyit válaszolt: csitt, harapnak a halak! És persze annak is van magyarázata, hogy miért van olyan sok hal a Balatonban. Történt ugyanis, hogy Krisztus és Szent Péter a Balatonnál járva megállt, hogy a vízben lehűtse a lábát és a tájban gyönyörködhessen. Arra járt egy öreg halász, aki vízzel kínálta a szomjas vándorokat, hallal és kenyérrel csillapította éhségüket. Krisztus a jó tettéért cserébe soha ki nem ürülő boroskulaccsal ajándékozta meg a halászt, a Balatont pedig örökre halban gazdag tóvá tette. A környék tanúhegyei közül a hegyes tű árul el a legtöbbet az egykori vulkánok szerkezetéről. A monoszlói hegyes tű a Káli medence kapujában magasló bazalthegy. Tulajdonképpen a vulkán kürtőjében megszilárdult magmát látjuk itt. A korábbi bazalt bányászat miatt elveszítette eredeti kúb formáját, azonban a nyersanyag kitermelésnek köszönhető, hogy feltárult a hegy belső szerkezete, s láthatóvá vált az egykori vulkáni kürtőben megrekedt, s kihűlése során oszlopokká szilárdult bazalt. A hegyes tűnél létrehozott kiállítás emléket állít a kőbányászatnak, bemutatja a Balaton felvidék és a Dunántúl geológiai felépítését, jellemző kőzeteit, ásványait és a nemzeti park természeti értékeit. A Dunántúl jellegzetes kőzeteiből összeállított kőpark segítségével pedig geológiai időutazáson vehetnek részt az ide látogatók. Monoszló az egykor itt szolgált esztergomi érsekhez, monoszlói Ladomér történetéhez kötődik a legtöbb szállal.
Monoszlói Ladomér a történelem könyvekbe azzal írta be magát, hogy mélységesen elítélte a kiátkozottat, IV. Lászlót, aki az érsek szerint keresztény királyhoz nem méltó módon élt és cselekedett. A monoszlói templomban temették el, de ezt csak 1948 óta tudjuk, amikor a templom repedéseinek javítása közben véletlenül rábukkantak sírhelyére. A Szentgyörgy hegy 30 méterre magasló bazalt orgona sípjai szintén a kihűlt láva különleges képződményei. A legszebb bazalt orgonák itt találhatók Magyarországon. A helyenként 30-40 méter magasra emelkedő oszlopok orgona sípokhoz hasonlóan sorakoznak egymás mellett. Most a hegy úgynevezett nagy orgonáját láthatjuk. A Szentgyörgy hegy gyomrában bújik meg a sárkánybarlang, ahol a legenda szerint sárkányölő Szentgyörgy végzett a tűzokádóval. Ezt a barlangot jégbarlangnak is hívják, ugyanis a legnagyobb nyári melegben is dermesztő hideg uralkodik a bazalt oszlopok törmelékei között létrejött üregben. Hasonlóképpen hátborzongató hely a fák között megbújó Emmaus nevű kápolna, egy fonyódi lelkész által egykor magányosan lakott remeteház. A Csobáncra a 13. században építettek várat Kinizsi Pál parancsára. Legismertebb kapitánya a legyőzhetetlensége miatt híressé vált kardforgató Gyulafi László volt. Főként a Balaton jegén vívott párbajt, de lehetett bárhol, árruhát kellett öltenie, mert ha meglátták, hogy ő az ellenfél, senki sem mert kiállni ellene. A Csobánci vár több költőt és írót is megihletett a 19. század első felében. 1807-ben Kisfaludi Sándor verses epikát írt Csobánc címen. 1845-ben jelent meg Kis János visszaemlékezése életéről, amelyben Csobáncot is megemlíti. Egyszer-kétszer felmentem a csobánci és hegyesdi várok omladványaihoz is, s a magasról a paradicsomhoz hasonlítható környéket szemléltem, vagy elmélkedésemmel a régi idők történeteibe merültem. Való igaz. Madártávlatból gyönyörűen látszik a Tapolcai medence a sík vidéket fölszabdaló vulkáni tanúhegyekkel. A hegyek környékén nem csak a magyar tenger, de a vulkanikus tevékenység emlékeként több kőtenger is található. A legenda szerint a kőtenger is az itt lakó óriások emlékét őrzi, akik jó és rossz kedvükben dobálták el a sokszor szoba vagy akár házméretű kődarabokat. Ezek a különleges látványt nyújtó szikladarabok a Pannon-tenger kavics és homok turzásainak megkövesedett maradványai, amiket a vulkanikus tevékenység során feltörő forró hévizek koncentráltak keményé, később pedig a sziklákat a szél alakította különböző formájúra. Na meg persze mi, emberek. Rengeteg malomkő készült ezekből a sziklákból. A szentbékállai ingókő különösképpen érdekes. Ha a végére állnak, a hatalmas kőtábla enyhén megbillen. Tulajdonképpen át is repültünk már a Balaton felvidék egyik legszelídebb részére, a Káli medencébe. A Káli medence több települése nevében is őrzi a kőtengerek jelenlétét, ilyen Köveskál is. Egész pontosan Nemes Köveskál. Köveskálon ugyanis, ahogy a Káli medence településein, az Árpádházi királyi családok szolgái és tisztségviselői éltek. Közülük a köveskáliak kapták meg a veszprémi püspöktől a leghamarabb 1291-ben a nemesi címet. A környék egykor vízimalom nagyhatalom volt. A talajból feltörő tiszta vízű források fölé pedig mészár székkel egybekötött mosóházakat emeltek. De nem csak a mosóházat táplálja a talajból feltörő víz. A szerkezeti vonalak mentén tör elő a szénsavas, kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos kékkúti ásványvíz is. A vizet valószínűleg a vulkáni utóhatás pezsdíti meg magas szénsav tartalommal. Tény, hogy már a rómaiak is használták az itteni meleg és hideg vizet.
az ma már legendának tűnik csupán, hogy az egyik forrást Tiberius császár nevezte el feleségéről, Eugéniáról, a másik pedig Justitianus hitvese után a Teodóra nevet kapta. Minden esetre a nevet máig megőriztük, és a császárné nevével fémjelzett palackokból kortyoljuk. Egykor azt a bazalt kúpot is víz, a Balaton vize vette körül, amiről ma a szigligeti vár romjai figyelik a környéket. Sokan úgy vélik, ez a Balaton legszebb panorámája. A legrégebbi palotaszárnyat a bencések építették. Az eredmény annyira megtetszett IV. Bélának, hogy addig bombázta jobbnál jobb csere ajánlatokkal a pannonhalmi bencéseket, míg végül megszerezte magának a várat. Szigliget, melyet a források Cegliget és Szugliget néven jelölnek, IV. Béla korában, tehát a 13. században még sziget volt. A Balaton vízállása akkoriban valamivel magasabb lehetett, nyugati partja talán Tapolcáig ért. Az épület ellenállt a töröknek, a fosztogatóknak és különféle ostromoknak, de mint sok más várnak, a Balaton várának is egy villámcsapás vetett véget. Épületei leégtek, a romokból származó köveket pedig ma is megtalálni a szigligeti házak falában. Az utolsó tulajdonos, a lengyel család már nem bajlódott a helyreállítással, inkább a faluban építettek maguknak családi kúriát. Kevesen tudják, hogy Szigliget vára nem állt mindig magányosan. A királyné szoknyája dombon ugyanis egyes feltevések szerint már a római korban is állt az óvár. Mások azonban úgy gondolják, hogy a másik vár a 12. században kezdett el épülni, de mind hiába, mert amit nappal felépítettek, az bizony minden éjszaka ledőlt. Így a vár somogyi építtetője inkább feladta a küzdelmet. Bár a történet mesebelinek hangzik, a leletek alapján elképzelhető, hogy a köveknek valóban rendszeresen lába kélt. Egy biztos. A vár hadászati jelentősége a török időszak elmúltával egyre inkább csökkent. A hódoltság megszűnése után az ország védelmében Szigligetnek már nem jutott szerep. Rákóczi Ferenc szabadságharca idején a Dunántúlt megszálló kuruc seregek már nem is használták a várat. Szigliget talán legrégebbi épülete az avasi templomrom. Az itt élők máig őrzik a történetet a kőkecskéről, amit még a törökök hagytak a templom előtt, és egészen addig állt ott, amíg egyszer nagyon régen egy török katona ketté nem vágta egy hatalmas bárddal. Ő ugyanis tudta, a kecske kincset rejt. Sokáig a környékbeliek sem tudtak mit kezdeni az avasi templom környékével, hiszen az ásatások során annyi koponya és csontváz került elő, hogy nem mertek ide költözni. De milyen jó is a szigligeti várnak, hogy olyan magasról nézheti a magyar tengert. És milyen igazuk volt az óriásoknak, akik itt dobálták el örömükben a köveket, és milyen jól tették a vulkánok, hogy ezen a tájon forrongtak évmilliókig. Nem is beszélve a sok művészről, sportolóról, kis úttörőről és az itt élőkről, akik ilyen színesre írták a Balaton történetét. Na és persze milyen jó nekünk, akik elmondhatjuk magunkról, ez a tengernyi víz, a Balaton, a miénk.